Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket. Az előző alkalommal kiről is beszéltünk, emlékszetek még rá? Ábel és Káin történetében foglalkoztunk. A történet sajnos szomorúan végződött, mert az a csónya Káin megölte az öccsét, és Éva néninek és Ádám bácsinak nagyon nagy fájdalma volt ez, hogy a nagyobbik fiú ilyen rossz, gonosz volt. Na de most egy másik témáról lesz szó, én Noé bácsiról és a három fiáról szeretnék veletek beszélni, majd meglátjuk, hogy tetszik-e nektek ez a történet. A Bibliában, ha kikeresitek, Mózes első könyvében, a 6. részben találjuk a Noé bácsinak a történetét. Hát az egyik helyen az emberek az erdőből nagy kopogást hallottak, és hogy ez minden nap így volt. Kop, kop, kop. Kérdezték is egymástól az emberek. Hát, sógor, mi ez a kopogás? Állandóan már kezd idegesíteni ez a sok kopogás. Na hát. Egy kisfiú vékony hangon azt mondta, hogy a harkály kopogtat. És amikor ezt hallotta egy bácsi, azt mondta, fiam, nem a harkály kopogása ez. És a mogorva bácsi egyet bólintott a fejével. Annál erősebb hang ez, fiam. Ez nem olyan kopogás, mint a harkályé, ő csak a csőrével csap oda. Mindenki kíváncsi volt, hogy mi lehet ez a kopogás az erdőből. Nem is nagyon jártak az emberek az erdő közepébe, mert hát gajakat szedtek az erdő szélénél, tüzet raktak, és így tovább. És az történt, hogy valakinek bátorsága támadt arra, hogy megnézze, mi van az erdőben. Hát gondolkozott rajta az egyik fiú, hogy és a mellét verve azt mondta, na én, ha ti gyávák vagytok is, de én a bátor fiú vagyok, és bemegyek az erdőbe, és megtudom, hogy mi miatt van ez a kopogás. Futásnak eredt a fiú, úgy futott, ahogy csak bírt. A rókák és a nyulak megijedtek, és az út két oldala felé szaladtak. Ő csak futott. Már lógott a nyelve, de semmivel nem törődött. Futott a fiú, és hát már kezdte a fáradtságot érezni, mert hát elég hosszan kellett futni, az út meg olyan göröngyös, rögös volt, néha majdnem hasra esett, de azért futott. És elérte az erdő közepét, és tátva maradt a szája.
amikor az erdő közepébe ért, mit látott? Egy öreg, szakálas és kopasz bácsi és a három fia kopogott egy nagy, nagy fa volt a kezükbe, és kopogtak azzal. Aztán ez a fiú tátotta a száját is, és lihegett is, megállt. Csodálkozott. Ha! Mi lehet itt? Mi történik itt? És nem mert tovább menni, mert félt. Inába szállt a bátorság, és nem mert tovább menni. Visszafordult, és futni kezdett, és úgy gondolta, hogy elmondja a többieknek, amit látott. Amikor megérkezett, izgatottan kérdezték tőle, hogy na, bátor legény, mi van az erdőben? Ő egy kicsit izgatottan azt mondta, gyertek, nézzétek meg! És nagy levegő után kapkodott a fiú, mert kifulladt a futás után. Hát, a kíváncsiságtól hajtva minden kifutásnak eredt. Volt ott egy nagy kövér néni, és azt mondta, jaj, én, lelkeim, nem bírok futni. Feri, mondta a férjének, gyere, vegyél a hátadra, vigyél magaddal, vegyél magadra. Feri megpróbálta a nehéz súlyú feleségét a hátára venni, először tántorgott, billent balra, billent jobbra, és inogva elindult vele. Kapaszkodj, mondta az asszonynak. Izzadt Feri, patakokba folyt róla az izzadság a nagy csomag miatt. De nem bírta tovább. Hátrafordította a fejét, és azt mondta az asszonynak, szállj le rólam, fulladozok feleségem, nem bírlak tovább vinni. Gyere a lábodon, fussunk együtt. Hát aztán, tudjátok, mindenki megérkezett. Még ez a házaspár is kicsit késve megérkeztek az erdő közepébe. Ámultak, bámultak azon, amit láttak, és egyre közelebb mentek Noé bácsihoz. Meleg volt, sütött a nap, a sugarak áttörtek az erdő lombjai között. Jó, mi kedves jó Noé bácsink éppen a szakállát simogatta, és egy zsebkendővel a homlokát törölgette a meleg miatt. Mit csinálsz itt, Noé koma? Kérdezte egy rekett hangú férfi. Mi ez, Noé? Mit csinálsz itt? Figyeljetek csak! Érdekel titeket, hogy mit csinálok? Kérdezte Noé nyugodtan, békésen, alázattal, tisztelettel,
szeretettel. Igen! Kiáltoztak az emberek, érdekelne, mondjad, mit csinálsz te itt? Hát ekkor Noé bácsi leült egy fatörzsre, amit már kivágtak, és megsímogatta az egyik púpos tevét, ami lefeküdt mellé. A teve éppen lihegett, és igazgatta a púpját, ugyanis két púpja volt. Arrébb egy néhány lépéssel pedig ott ült egy oroszlán, és a nagy mancsával igazgatta a bajszát. Csend volt, mindenki figyelt Noé bácsira. És Noé bácsi ezt mondta, hallgassatok csak ide, tudtok figyelni? Én most egy nagy, hatalmas bárkát, ami több mint 100 méter, egy óriás bárkát fából fogok építeni. Ebbe a bárkában sok hely lesz. Isten azt mondta, mi, mit mondasz? Noé, hogy Isten beszél veled? Há! Isten azt mondta, folytatta Noé, hogy az emberek bűne miatt özönvizet bocsát a földre, és a víz mindent elborít, még a dombokat és a hegyeket is elborítja, mindent elborít, olyan hatalmas özönvizet bocsát az emberek bűneire, mert az emberek gonoszok voltak, hazudtak, nyugtalanok voltak, verekedtek, ölték egymást, taposták egymást, kiszúrták egymás szemét, egymás haját tépték, egymás fülét szaggatták, rugdosodtak, és Isten azt mondta, hogy elég. Özönvizet bocsátok a földre, az ember bűne miatt. És aki hisz Istenben, és aki hisz, amit Isten mond, és beszáll ebbe a bárkába, megmenekül a viharból, a bárkába, hogyha bemegy, megmenekül. Nekünk is van egy bárkánk, az Úr építette, ez a gyülekezet, ez a közösség, ha ott vagyunk, ha szeretünk templomba járni, és hiszünk az Úr Jézus Krisztusba, és neki adjuk a szívünket, akkor ez olyan, mintha mi egy bárkába mennénk, ahol védve vagyunk. Hát, amikor az emberek hallották ezt, hogy Isten özönvizet bocsát a földre, amikor hallották, hogy Isten csapásokat bocsát erre a földre, mert az emberek gonoszok, szidják Istent, gyűlölik egymást, megölik egymást. Hát igen, bűnő, nagyon gonoszszá lett a világ. És amikor erről beszélt Noé, hogy Isten mit fog tenni, akkor a tömeg erre felröhögött. És azt mondták Noé-nak, hé, Noé, hát elment apukám az eszed, ismétel csak meg, hogy mit mondtál, hogy özönvíz, hogy bárka, hogy mi oda beszálljunk. Te megzavarodtál, fiam Noé. A sok imádság
megártott neked, az agyadra ment az a sok imádság, meg minden, hogy te Istennel beszélsz. Csúfolódtak az emberek, csúfolódtak, röhögtek, csúfolódtak. Volt, aki a röhögéstől a földre vetette magát, és azt mondta, hogy megőrült Noé, hogy ő hozzá szól az Isten, hogy itt özönvíz lesz. Ekkor, hát ez egy szörnyű pillanat volt, ez a röhögés, hogy nem hittek annak, amit Isten mondott. Isten nem magától találta ki, Isten mondta neki, hogy megítéli a világot, megbünteti a világot. Ilyen szörnyű ítélettel. Hát ezt nem vették komolyan az emberek. Valaki előhúzta a köntöse alól a nagy boros üveget, és vigyorgott. Ez az élet. Ígyatok ti is. Nem akarsz velünk inni, Noé. Ilyet mondani, hogy özönvíz lesz. Noé, ezt te találtad ki. Nem hisszük el. És Noé ott szomorúan ült. Noé szomorúan ült ott. És sajnálta az embereket, hogy nem hisznek annak, amit Isten mond, és hogy kigúnyolják Isten tanácsát. Ugye, gyerekek, nektek más szívetek van. Ti hisztek Istenben, hisztek az ő szavában, az ő ígéreteiben, és hiszitek, hogy ő a szeretet. Igaz, hogy ez az Isten számon kéri, ha gonosz dolgokat művelünk, de megbánhatjuk a rosszat, és az Úr Jézus újat kezd velünk. Hát itt most megállok a Noé történetével, és majd folytatom, hogy hogy is folytatódott az élet, mint alakultak a dolgok.